Hát tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeim! Nagy tisztelettel köszöntöm Szabóné Lenkei Ildikót, a megyei könyvtár területellátási osztályvezetőjét, akinek sok mindent köszönhetünk a könyvtárunk, tehát abban, hogy a könyvtárunk így néz ki. Szintén köszönteném a megyei könyvtár részéről Nyugászi Gergő urat, ő a területi referensünk, ővele tartom a közvetlen kapcsolatot. Természetesen minden kedves családtagomat, megjelent vendéget. Az első programunk a megyei könyvtár segítségével egy teljesen új polcrendszerhez jutottunk hozzá. A régi könyveink, amikor Erzsike Bánkutiné a régi könyvtárosunk elment nyugdíjba, a régi polcaink, a könyveink igen elhasznált állapotban voltak, és az Ildikó és csapata segítségével 7600 valahány könyvet selejteztünk ki, ami az állapota miatt, illetve az elmúlt felette az idő, és nagyon ritkán kölcsönözték ki. Második napirendi pontunkban nagyon nagy tisztelettel köszöntöm Lantos Timit, így nem témát Timit, de témát írtam, de Timit, akinek megjelent most egy új novellás kötete, elkötete, amelynek lesz majd a író-olvasó találkozója, illetve Juhász Roland urat is nagy tisztelettel köszöntöm, aki Timinek egy novelláját fogja nekünk felolvasni. Erre azért van szükség, mert egyeztettünk témával, de ő nem igazán szeret, legalábbis eddig nem szeretett közönség előtt szerepelni, de reméljük, hogy egy ilyen családi társaság előtt sokkal szívesebben meg fog nyilvánulni. Én megkérném Ildikót, hogy akkor tájékoztasson minket arról, hogy mégis hogy zajlottak ez a kapcsolat a Tiszalúci önkormányzat és a Miskolci megyei könyvtár között. Azt szeretettel köszöntök minden megjelentet, miután tényleg ilyen családias a kör, rövidebbre fogom ezt a viszonylag hosszú beszédet. Igazából arról szeretnék szólni, hogy a II. Rákóczi Ferenc könyvtár 2013-ban állami feladatként kapta a könyvterellátási szolgáltató rendszer működtetését Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Akkor 297 település csatlakozott ehhez a munkához, mára már 332 településsel dolgozunk együtt. Itt a feladat igazából, amit az állam ránk rótt, és amit mi csinálunk nap, mint nap, a könyvek folyóiratok beszerzése, természetesen a település igényei szerint, elektronikai, informatikai termékek vásárlása, kihelyezése, gyerek és felnőtt programok, olvasás népszerűsítő programok szervezése, és természetesen a szakmai segítségnyújtás. Tiszalúz csatlakozott a KSZR-hez, nagyon szép, nagyon bőséges állomány volt a könyvtárban, de nagyon-nagyon sok, nagyon zsúfolt, nagyon nehezen átlátható. Ennek volt eredménye ez a nagy arányos elejtezés, ami természetesen nem azt jelenti, hogy kidobjuk a könyveket, hiszen azt felajánljuk iskolának, óvodának, lakosságnak, csak azok a könyvek kerülnek a selejtbe, úgymond, amik már valójában elhasználódtak, rossz állapotúak, nem érdemes arra, hogy kezünkbe vegyük. Ezeket a feladatokat a 12 fős területi területellátási osztály munkatársai végzik, kiszállnak a helyszínre egy-két x alkalommal, leválogatják az állományt, rendezik, kialakítják a könyvtári rendet, itt is ez történt. Először a selejtezés, a könyvtári rend kialakítás, és amikor forrás került rá, akkor a teljes szépirodalmi részleg polcai megújulhattak. És ez nem volt kevés, hát mindenki ismeri az árakat, főleg az elmúlt évben nagyon-nagyon durván megemelkedtek, tehát ha azt mondom, hogy több mint 1.200.000 forintot fizettünk a polcokért, azok kiszállítása és felszerelésért, nagyon-nagyon nagy összeg számomra, de sajnos ennyibe kerül, illetve még két fotelt is vásárolt a kollega. Tehát az 1.300.000 forintot, ez a úgymond pici, mert nem annyira látványos felújítás, 1.300.000 forintot meghaladta, de nagyon szívesen és nagy örömmel hoztuk ide, hiszen tudjuk, hogy jó kézbe kerül,
és biztatok ezért mindenkit, hogy jöjjön a könyvtárba, találkozzanak minél többet a könyvtárba, gyerekeket hozzá kell olvasni, játszani, az idősek jöjjenek el beszélgetni, nagyon sok lehetőség van a könyvtárban, már közösségi tér is, tehát találkozzunk a könyvtárban. Tehát akkor folytassuk a lantos tímea, mert így van írva. Fekete-fehér pöttös novellás kötetének bemutatója dolgozik. Írásaiban a minket érő ingereket, rezdüléseket, válaszaink sokszínűségét mutatja be egy-egy élethelyzet, egy jellemábrázolásával. Fókuszba helyezi a hétköznapok szituációit. Ilyen a kiszolgáltatottság, az előítélet, az útkeresés, az elfogadás, a betegségek, a hit és a szeretet. Igyekezett néhány humoros történetet is elhelyezni kötetében. Ezekben a szereplők megmutatják emberi, sokszor abszurd vonásaikat. Lantos Tíma, fehér tornacipő. Anyám zavarban van. Egy szelet dobostortát kérek, egy kis ásványvizet, szünetet tart, és egy kis kávét kérnék még. Közben tördögi az ujjait. Kezei büffettek, a körmei olyanok, mint a korcsolya pálya karcos jege. Fekete hajú csitri lefirkantja a rendelést, majd rám néz. Szürke szemeiben kékes szálak vibrálnak, körülött egy cukor illatú és meleg a levegő. Az arca hófehér, bal melle fölött, ahol a bőr még párnás, hintázó kislány tetoválás rajza. Rám kacsint, közben anyámra sondít. Engem felbosszant ez a rejtett üzenet. Hozza nekem is ugyanazt. Finnyáson végigmérem. Gyerekkoromban évente pár alkalommal meglátogatott, nagy masnis dobozokat tett elém, amik fodros ruhácskákat, körömcipőket, csillogó hajpántokat, finom harisnyákat rejtettek. Szerettem volna ezeket hozzávágni, ordítani, hogy én a sportos, kényelmes ruhát szeretem. Ha már annyira kárpótolni szeretné, hogy nem nevel, hozzon könyveket, farmert, tornacipőt. De nem szóltam. Nagymamám rám nézett, és csöndben maradtam. A csitri elénk teszi a süteményt, az ásványvizes palackokat, és azt mondja, a kávét majd frissen hozza, szóljunk, ha kérjük. Másnap felkeresem. Egy kórházban talán. Öntudatlan és madárcsontú asszony. Ez a szeret nem illik hozzá. Már nem akarom tetten érni, lerántani a leplet róla. Anyám már nem a színpadok fényében illegő pipacs. Szerepeket átadta másoknak. Csöndesen elvonult, és hamarosan valahol messze egy másik darabra kell majd készülni. Ott talán anya lesz, és nem művész. Istenem, de fáj. Szorítom a kezét, a bőre pergamen papír. Arcához hajolok, nem érintem meg. Csak belebújok ebbe a meleg párába, amiben mindig is vágytam. Fehér tornacipő gumia hozzáír a rácsos lábához. Felülök, nézem hintázó lábaimat. Az ablak üvegen csorog az eső, egy ágreccsen. Igen, már tudom. Rugalmas fűzfa beszél meg, bocsátás. Hát, és még engem is magával. Így van. Egy-két novelláját én is elolvastam tényleg. Hátul sok gondolattal, és az a lényeg, hogy ezt pont én is olvastam, és az a lényeg, hogy teljesen más érzés volt itt ülve hallgatni ezt a fantasztikus előadást, mint ahogy én olvastam magamnak. Tehát egészen más, vagy lehet, hogy azért, mert másodszor olvastam, vagy másodszor hallottam, és most annyit szeretnék, hogy utána hogy mindenkinek fogunk adni egy tájékoztatót, amiben
10 kis novellájának egy pici ízelítő van belőle, csak azért, hogy kedvet csináljunk ahhoz, hogy olvassátok, olvassák el, vagy esetleg vásároljátok meg majd a tájékoztató végén szereplő helyen. Témát továbbiakban nem csak a novellái, vagyis hát először verseket írt, antológiái jelent meg régebben, volt már ő nekik itt közösen írólási találkozójuk a Művelődési Házban. Elég sok verset mondott fel, írt, és ezek közül többek között több író megkereste, hogy mondja már fel, szavalja a verseit. Még egy kérdésem lenne, amit ugye nem olvasták még a novelláidat, de reméljük el fogják olvasni. Ugye elég sok olyan dologról írsz, ami egyáltalán nem gyerekfülnek való, tehát itt erőszaktól kezdve öngyilkosságon keresztül nagyon sok minden megtalálta a novelláidban, hogy ennek van saját élmény, amiket írsz versekbe is, vagy a novellákba, vagy ez teljesen? Nagy részt fikció egyébként, tehát a saját életemben nincsen. Nyilván engem is értek traumát, mint minden embert. Amit mondtál, a novella hiányzó darab, az egy valós történet. Én nem is kérdést tennék fel, én köszönöm, hogy itt lehettem és ezt hallhattam. Én a Ronaldot sem ismerem, de ez az előadásmód, ez különösen megható és érdekes volt. Hát a Timigeti ugyanetem is olvasunk, tehát arról már arról kicsit jobban volt fogalmam. Azt sajnálom, hogy megint kevesen vagyunk, megint nem tudnak erről, az emberek pedig erről tudni kellene, sokkal több embernek a fő, hogy ez a, hogy te vagy és hogy te ilyen dolgokat írsz. Úgy gondolom, hogy Viktorral, mert Csabával összefogom, megint mondhatjuk, hogy a műfász keretein belül is ezt fogjuk egy kicsit reklámozni, megpropagálni, mert ennek szerintem sokkal, sokkal nagyobb teret kellene adni, hogy ezt tudják, hogy van. És akkor még egy személyes vélemény, hogy én egy picit talán, ha sikerülne neked, akkor leküzdeném ezt a gátlásosságot, és kellemes hangod van, nagyon szépen mondod a verseket, az előadásokat, tehát hogy lehet, hogy még egy picit plusz hozzá tudna tenni ahhoz a dologhoz, amit te csinálsz. Köszönöm szépen, hogy lehet. Nekem nagyon tetszettek az aláfestő zenék. Ezeket hogy válogatod? Hallgatsz mindenféle zenét, és igen, akkor hallgatok, meg próbálok olyat, ami nem jobb ídet. Persze az elején még voltak olyanok, amiben úgy beszúrtam, ami jobb ídet volt. Nyilván a vers hangulatához írót próbálok kiválasztani. De én először nagyon meglepődtem, amikor Csaba mondta, hogy itt vagy, és akkor közben mi ezt az egészet tévén keresztül nézzük. Viszont a zene annyira megemeli az egésznek a hatását, hogy így már teljesen érthetővé vált is, és ez nagyon, még ilyet nem láttam, nem hallottam, de nagyon tetszett. Igen, ez a hatházi Frigyes versét egyébként elég sokan meg is nézték. Ennek most van sajnos aktualitása. Hallottunk egy tartalmas, vagy részt vettünk egy tartalmas programon, ahol ugye bővültünk, szépültünk, megújultunk, illetve egy olyan íróval, műveivel ismerkedtünk meg, ami hatást gyakorolt a jelenlévő nézőközönségre is. Szeretném megköszönni mindenkinek a jelenlétet, a részvételt, és akkor egy kis ásványvízzel és egy kis pogácsával legyetek szívesek. Közben pedig akkor ha mégis van kötetlen kérdés, akkor lehet beszélgetni, illetve nekem még volt egy olyan gondolatom, hogy mivel Ildikónak ilyen sok könyvtárral van kapcsolata, hogy esetlegesen, ha Timi veszi a bátorságot, és több helyre is el szeretné juttatni ezt, amit mi itt most meghallgattunk, akkor esetleg a Tímea megkéri az Ildikót, és akkor az Ildikó segítségével eljuthat Tímea Borsod megyében ide, elég sok helyre, illetve szerintem minőségben megállná a helyét esetleg egy miskolci könyvtári írólvasó találkozó belül is.